előnyt jelent, hogy Magyarországon már öt engedélyezett vakcina van, ezt mondta Merkeli Béla a reggel a Kosút Rádióban. A Szemmelweis Egyetem rektora arról beszélt, az a fontos, hogy minél több oltás álljon a rendelkezésre, és minél gyorsabban a lehető legtöbben kapják meg a vakcinát, így lehet ugyanis a lehető legtöbb életet megmenteni, és így lehet visszatérni a normális hétköznapokhoz. A szakemberek szerint minden Magyarországon engedélyezett vakcina hatékony és biztonságos. Az eddigi eredményeket tudom, elmondhatom, hogy meggyőzőek. Így összegezte az orosz vakcinavizsgálatokat az Országos Gyógyszerészeti Intézet főigazgatója. Szent Iványi Mátyás az M1 reggeli műsorában azt mondta, november közepe óta tanulmányozzák a Sputnik V oltóanyagot, az eredmények pedig igencsak bíztatóak, minden adat egyezik a gyártó dokumentációjával. Minden kérdésre tudunk választ kapni, kollégáim kimentek Oroszországba és a gyártóhelyet is meg tudták tekinteni, lehetőségünk volt Konnotációkat folytatni az orosz féllel is, ott a helyszínen is, de videokonferencia keretében is. Úgy gondolom, hogy mindent át tudtunk beszélni, nem maradt olyan kérdés, ahol további kérdések maradnának. A szakemberek megállapították, hogy a vakcinát a többi oltóanyaghoz hasonlóan 18 év felett bárki megkaphatja, a hatékonysága pedig jóval 90 százalék fölötti. A magyar hatóság még január közepén döntött úgy, hogy engedélyezi a Sputnik V-vészhelyzeti alkalmazását itthon. Szijjártó Péter ezután tárgyalt Moszkvában, ahol bejelentette: A következő hónapokban 2 millió adag vakcina érkezik, ami 1 millió ember beoltására elég. Az oroszhoz hasonlóan a kínai vakcina is zöld utat kapott nemrég, a kormány 5 milliót rendelt belőle, amely több ütemben érkezik majd. Az első szállítmány várhatóan már februárban. A Sinopharmának az oltóanyaga olyan, mint az influenza ellenes oltóanyag. A Szemmelweis Egyetem rektora a Kossuth Rádióban beszélt arról, hogy ezt a technológiát 50 éve biztonsággal alkalmazzák, és egyáltalán nem kell tartani súlyos oltási reakcióktól. Ismerjük az erre vonatkozó reakciókat, ezzel kapcsolatos tapasztalatunk jelentős. Itt a lényeg az az, hogy a az oltással kapcsolatos esetleges reakció az össze nem hasonlítható volumenében egy fertőzésnek a következményeivel. A vírus ugyanis meg tudja támadni a tüdő mellett a szívet, a vesét, sőt, még a csontvelőt is. Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet főorvosa az emegyen kiemelte, a szövődmények kialakulása akár végzetes is lehet. Bármelyik szervünk működésének a kiesése súlyos életveszélyes állapotot tud okozni. A minden létfenntartó szervünk, így a szívünk is, a, a vesénk is, és hát azért a vérképző szervünk, a csontvelünk sem, mindegy, hogy mekkora károsodásnak van kitéve. Mostanában hangzott el egyre inkább kerül előtérbe az, hogy, hogy gyerekeknél, főleg gyerekeknél, vagy hát nem is gyerekeknél, hanem fiatal felnőtteknél jelenik meg egy ilyen többszervi gyulladásnak a képe. A szakemberek szerint ahhoz, hogy a lehető legtöbb élet megmenthető legyen, fontos, hogy minél gyorsabb legyen az oltás. A kapacitások ehhez megvannak, így ha lesz elég vakcina, akkor naponta akár fél millió embert is be lehet oltani.